Sziasztok, a Szerencsevadász vagyok, és kaparjunk nagy karácsony, kaszinót és pénzmátrixot, vagyis sorsétkaparás 6000 forint értékben. Három darab sorsét, egy 500-as, egy 2000-as és egy 3500-as. Na hát az nem olcsó. Mondjuk a 2000 se olcsó, de jó lenne valami nyereményt is elérni. A sorszámok pedig 0-26, 0-37 és 0-24. Kezdjünk a legkisebb értékűvel, a pénz mátrixszal, és próbáljunk először is pénz köteget találni, mert az 2000-et ér. 500, 10.000, 25 millió, 5.000, 1 millió, 1.000, 1 millió és 800. 1 millió és 50.000, 20.000 és 5.000. Milyen jó lenne, hogyha 3 egyforma összeget kéne találni. Itt már kapásból itt ez a 3 egymilliós, úgy örülnék neki, mint majom a parkának. 20.000, de még meg lehet majd nyerni. 100.000, 100.000, 100.000. Vagy egy sorban lenne 3 egyforma, most se lenne rossz. Habár ezen a fajta sorsigyen már nyertem 100.000-et. 10.000, 800. 50.000 és 500.000, előző csatornán ugye fent volt. Hát megpróbálom megszerezni majd ezt a videót, hát ha fel tudom majd újra tölteni, csak hogy meglegyen. És akkor most jön az, hogy a nyerő számoknak kell egyezni az ön számai közül valamelyikkel, és hogyha van egyezés, akkor a meccés pontjukban lévő összeg a miénk. 27, 11, 25, 23 és 22. Na nézzük. 26-os, ha van 27, meg 25, belőttünk a kettő közé, az nem jó. Egy 30-as, nincs 30-asom. 18, olyan sincs, na most az egyezés jön. Nem jön. Nem jön, mert 16, hát itt nem sok esélyt adott, ez akkor nem volt most nyerő. Ott egy P, meg ott egy S. Egy PS-sel ez elszalad innen. Nem is baj, hogy az nem nyert, az már baj, hogyha ez nem nyert. Az meg még nagyobb baj, hogyha a nagy karácsony se. Nézzük, hogy a mi kártyánk nagyobb lesz-e, mint az osztói. Ugye itt az első játékon ez a lényeg. 10 játékot kapunk, 10 különbözőt, és 4-esre bubi, az nem jó. De ad egy dámát, a szép nagy lap. Az ász meg még nagyobb. Nagyjá nekünk királyt. A 2-es annál viszont nincs kisebb. 3, az első játékot nem mi nyertük. Patkó és pénzköteg. Nyílik a csapóajtó, játszunk a ruletten, a 30, a 2 és az 5 számok lesznek megtéve. Ezeket kell kipörgetni, valamelyiket, 18, az nem jó. 34, nincs olyanom. Ott a 2, yes, nyerő a sorsjegy. És 27, lehet több nyeremény egy sorsjegyen. Hát ha, jumbo, ász, dáma. Dáma, gyere dáma, áztad! Nézzük az ötös játékot, a bűvös ötös játékot, itt a nyeremény tábla hozzá, egyformákat kéne dobni. 4, 6, 5, 3, 1, az oszlopokban. Első oszlopban nem volt egyforma. 4, 6, 3, 1 és 2, a második oszlopban sem látok. Na nézzük a harmadik oszlopot, ahol jön egy 2-es, egy 3-as, egy 5-ös, egy 6-os és egy 1-es, itt sincs egyforma, megyünk a másik felére. A félkarú rabló következik, ahol 3 egyforma szimbólum kell kötésben. 7-es, cseresznye és citrom, és itt van, hogy mi mennyit ér. Szőlő és 7-es, az úgy nem jó, az a bár se jó, és az se jó oda. Meg ide se jó a bár, és oda se jó a patkó, nem jött ki. Akkor dobjunk 7-et vagy 11-et, 2 kockával itt egymás mellett, 3, gyere 4, 4-es kell, még egy 3-os, az csak 6, nem jó. 5, 2-esé, jó a 6-os, és jó a 2-es, de 1-est ad, megint 6. Miért nem 6-ot kell dobni? Nyert szóbetűjét keressük. Hiánytalanul, az R az jó, az U meg Ró, adjon meg, mert nem jó, Ron, E, és V, két hibás betű is van, egy se lehet.
9-es játék az ász keresésről szól, kell egy ász, vagy kettő, vagy három, négy, dáma, három, és kettő. Hát itt nem volt ász, akkor már csak kettő jött. 8, jumbo, 3, és 6, így sincs ez, akkor már csak egy jöhet, gyere ászocska, 8, 5, dáma, és 4, 10-es játék, nézzük, hogy lesz-e 3 egyező összeg, 20 000, 15 000 és 15 000, az nem lenne rossz, gyere 15 000, 7 000, 7 000, az se lenne rossz. 7 000 vagy 15 000. 20 000, mindenből kettő. De ne felejtsük, nyerő a sorsjegy. Mert hogy volt itt egy gyönyörű számegyezésünk, a kettővel megegyezik. Az a kérdés, hogy mi van aláírva. Hát reméljük valami szép nagy összeg. Na jó, hát ez nem a legnagyobb, de legalább visszaadta az árát. 2000 forint. 2000 forintunk van, ami az S betűkkel jár együtt. Ott is vannak az esseink. Se lett a legrosszabb, de nem is a legjobb. Mindegy. Majd ez, majd a nagy karácsony. Ha a nagy karácsonnyal nem alapnyereményt nyerünk, akkor valószínű, hogy pluszban leszünk. Első játék. Hát az úgy néz ki, hogy két egyforma számot kell találni egy sorban. 19. 30. 25. 18, az nem jó. Teli csillagok. 18. Hát 18-18, csak nincs egy sorban, ez a baj. De még lehet. 16. 22. És 30. Következő sor. 29. 25. 17. És 16. Na menjünk a következő. Negyedik sor. 23, 19, 21, gyere 19, gyere 19, 29. Azt hittem megvan a 19-es, itt nincs, nincs meg. 24, és a 24 viszont megvan, yes, yes, nyerő, sorsjegy. 24, 24, ez jó, jól néz ki. 23 és 28, de tök mindegy, két egyező kell. Na, lesz a másik nyeremény a sors, igen, több játékon is lehet nyerni. 22, 28, 20 és 26. Nézzük, hogy a következő játékon lesz olyan, hogy nagyobb a mi számunk, mint az ünnepi szám. Valamelyik sorban ezt kell elérni. És egy 38-assal kezdünk, amire ad egy 41-est magának. Most nekünk ad 41-est, magának pedig 43-ost. 32, 34, 37, 40, 43, na most jön a nyerés. Ne, hát 44-est ad. Itt pedig egy 34-es pihen, és egy 35-ös, épp ahogy alatta maradtunk. Hát akkor menjünk a következő játékra, ami itt ez a szép nagy fenyő lesz. És itt nem más a dolgunk, mint hogy egy sor vagy teljesen jöjjön ki, vagy teljesen maradjon üresen. Ez pedig egy faszánnal kezd itt becsusszan ide. Aztán jön egy ajándék. Kijön ez a sor, akkor 6000-et ér. Üres már nem lehet, mert hát egyet már lekaportunk belőle. De más sor még lehet üres is. Karácsony fa. És a hányos a kabát. Az is le van kaparászva. Korcsolyázzunk is egyet. Na, az még itt fölöttem van. Hát már csak ez a sor maradhat üresen. Házikó. És ha üresen marad, az 7000-et ér, az teljesen jó lenne. Egy ilyen magyar. Nem fog üresen maradni. Az már fix. Beadott oda egy díszt. Sapka. Besapósodtunk, és pesgő. Maci. És egy boríték, vagy levél, vagy mi a manó. És a szarvas is jött. Két lehetőségünk van.
vagy harangot szeretnék kérni 6000-ért, vagy gyertyát 20000-ért, hát inkább a gyertyát választanám. Szóval gyere, gyertya, gyere, gyertya! Crazy Maisy. Miért kell ezt a mézes kalácshoz szárt ide adni? Hát nem hiszem. Na jó, menjünk a következő játékra. Három egyező összeget szeretnék látni. 14000. 15000. 100000. Na, mutasd már magad. Hello. 125 millió. 100000-ből 2 van. 5000. 20000. 14000-ből is 2 van. Meg 5000-ből is 2, 3, meg semmiből. Akkor nézzük az angyalkákat. Itt mutatja, hogy mennyi angyalkan mennyit ér. 1-től 8-ig lehet menni, max 50000-et lehet ezen a játékon nyerni. Egyetlen egyszer találtam angyalkákat, de akkor 2-t is. És akkor nézzük. Ez egy hópehely. Meg még egy. Meg még egy. Még egy. És még egy. Hát az első sorban csak hópehely volt. Aztán jön egy hópehely, hópehely, és a változatosság kedvéért egy hópehely. Gyere már, angyal! Hópehely, hópehely. Hát, nincs angyal. Nézzük a többieket! Hópehely! 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 És hópehely. Még mindig nincs angyalunk, de még jöhet. Mennyi van még? 5. 5, az 15000-et ér, akár még 15000-ünk is lehet. Gyere, angyalka! Hát annyi már nem, már csak max 10-re megyünk, ez hópehely, és ez is hópehely. Most már csak max 7000-re, de most már csak max 5000-re, és akkor legalább 3500 forintért kérjük azt az angyalkát, de nem adja. Hópehely. Van egy összeadásunk. Három szám összege legyen 24 fix, 7000 forintért. Egy egyes. Akkor most már 23 legyen a két számunk összege. 13, na gyere 10. Gyere szép, keret, 10-es. Nem azt adja, hanem a 8-as, de nyerő a sorsjegy. Méghozzá az első játékon a 24-esek megegyeztek, aminek én őszintén tudok örülni. Szóval nézzük, hogy itt a nyeremény az mit mutat. Alapnyereményt adott 3500-at, de így se lett rossz a dolog. Megnézzük gyorsan a betűket, hát amennyire gyorsan lehet ezen betűt nézni. A T betű és a 3500 forint. Lesz másik T. Ott van a másik T. Egyik T. Másik T. És a 3500. Meg mellé jön egy 2000-es. Az azt jelenti, hogy mindösszesen 500 forintot buktunk. Csak 5500 visszajött. Volt már rosszabb. Sokkal rosszabb is. Egy ilyennel teljesen ki tudok egyezni. De remélem, hogy lesz jobb is. Tartsatok majd akkor is velem. Iratkozzatok fel. Legyen szerencsénk. Sziasztok.